Hello. Jó. Sziasztok, én Péter vagyok. Én pedig Tibi. Ez itt a How to Cook Carbonara with Tibor Club Fertopol and Péter Feltházi. Meg fogjuk mutatni nektek, hogy hogyan kell carbonara tésztát készíteni. Ezekre lesz szükséged, ha carbonarát szeretnél készíteni. Egy olló. Tejszín. Tök mindegy milyen. Fokhagyma. Két tojás, bacon, só, tetszőleges tészta, amilyet te választasz. De a legtökéletesebb a Barilla, ezt mindenki köztudottan ismeri. Egy ásványvizes palack, lényeg, hogy üres legyen, és két tál. Kezdjünk hozzá. Szóval a következőképpen fog kinézni. Először is feltöröm a tojást. A tojásra vigyázni kell, hogy ne törjön szét a sárgája, ugyanis külön kell őket választani. Ezt már is kidobom, feltöröm a másikat is. Úgyhogy azért ne önst ki a másikat. Kész a tojásom. Most pedig külön választjuk őket, ehhez lesz szükségünk a szentkrémes palacra. Kicsit kinyomjuk bele a levegőt, majd felszippantjuk vele a tojás sárgáját. Jobban is kinyomhatjuk volna, de már ott is nem. Beszarok és működik. És aztán kipotyentjük ide. És ezt a másikkal is megcsináljuk. Csak egy kicsit a fehérje. Nem de kell. Ez ilyen csúszós típusú. A következő lépés a bacon felszeletelése. Először is kibontjuk a baconos tasakot, de az ollót nem tesszük el messzire, mert a bacon felszeletelésénél fontos szerepet fog játszani. Ő fogja felszeletelni a baconot. Megfogjuk egybe ezt az egészet, így. És profi módon apró darabokra szereteljük. Király. A vizet feltesszük forni. Egy kis sót is teszünk bele. Hogy nem tudom miért. Nem tudod miért kell bele só? Amíg a víz felforr, addig várunk. Gotta step off your game to make it to the top, so go. Got a little competition, oh, you're gonna find it hard to cope with living on your own. Oh, 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 oh. És már forr is a vízünk. Ahogy a víz elkezdett forrni, a bacon beledobjuk ebbe a teflontába.
tetszés szerint, ha sietünk, egy kis olajat is önthetünk alá, de ez a saját zsírjában kisülve elég finom. Az egésze. A vízbe, és 8 percet várunk. Következő lépés, a fokhagymát megpucoljuk. Addig a tejszín kerül bele a szószunkba. Így, ennyi kb. Elég is. Most összekeverjük a bacon zsírjával. A baconnal. Nem lesz ilyen híg, nyugodjunk meg, mert a tojás azonnal belekerül. A tojás sárga a tésztát közé kezd el kivenni, mert 38-an. Pedig és rákerül a szósz. Dugd elém a serpenyő. Reszelünk hozzá egy kis parmezán sajtot. Jajamla! A székre is ment egy pici. Na, sosem le. A szék is éhes vagyok. Jó étvágyat! Let's make this happen, girl. We're gonna show the world that something good could work and it could work for you. And you know that it will. Let's get this started, girl. We're moving up, it's been a lot to change.